első Hungarikum hétvége bizonyára, önök is tudják, 41 Hungarikummal büszkélkedik Magyarország. Most a szóban szinte jó, ez mindenki találja meg az ügyét. Nem lehetünk úgy magyarok, hogy ezekre az értékekre nem figyelünk oda, nem gondozzuk őket. Meg kell védenünk gyakran támadásoktól, család cselfogásoktól is őket. 30 éve mezőkövesden élek, megtanultam a matyó hímzést, és szeretem is hímezni. A hímző szakkörbe tanultam meg. Mennyi ideig készül el mondjuk egy ilyen terítő? Hát ez, ha 6 órába hímezném mondjuk naponta, ez egy olyan 5 napos munka lenne körülbelül. De hát ez nem úgy készül, hanem apránként, de úgy tippelem meg, hogy körülbelül ennyi lenne az idő hozzá. Ez kézi munka, ezért nagy az értéke. Ki lehet ezt váltani géppel? Hát készítenek géppel is, de azért meg lehet különböztetni. Nagyon szép az is, de hát azért sokkal értékesebb a kézi. Tehát aki szépen hímez, én azt mondom, hogy az sokkal szebb a kézi. Ezt nem gondoltam volna 10 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem élelmiszer kereskedelemmel és rendezvényszervezéssel foglalkozni. Nálunk ez egy családi hagyomány, amiből, tehát a kolbász készítésből és a hús előállításból én a rendezvényszervezés és az ezen az úton való járást választottam, és úgy gondolom, hogy jó az irány, mert itt lehetek a Budai Várban, és egy olyan rendezvénynek lehetek az egyik szervezője kollégáimmal együtt, amin bemutathatjuk Magyarország ezen értékeit. Mi ez a gép, és mit kell róla tudni? Ez egy szikvízkészítő berendezés. Azt kell róla tudni, hogy közel 100 éves, és a legfőbb tulajdonsága, hogy 100 éven keresztül dolgozott, és a mai napig lehet vele szódavizet gyártani. Hogyan? Hát ez egy szakmai titok, úgyhogy nem fogom mindenkinek elárulni, mert akkor képesek rám nyitni a konkurenciát. Lényege az, hogy meg kell tekerni magát a kereket, és ezáltal szivattyú felpumpálja a felső részébe a tartálynak a vizet, ahol egy porlasztó elporlasztja a vizet, és millió kis apró víz permet hull alá, és ahogy hull, úgy keresztül megy egy gáz rétegen, és itt alul már a szénsavas víz van, amit aztán le kell palackozni. Hangot ezt nem lehet elfélezni. Milyen buborékos szódavizet csinált, miniszter úr? Köszönöm az ön segítségére. Az ön munkájának itt van az első gyümölcse. Kedves egészségére. Régen nagyon nagy hagyománya volt a szódavíz fogyasztásnak, jártak az utcán, kínálták. Mi a helyzet ma? Hát azért vagyunk itt, hogy ápoljuk ezt a régi hagyományt, és szeretnénk meg is erősíteni. Úgy látom, hogy van egy olyan réteg az országban, aki tudatosan keresi a mi termékünket és a többi hagyományos terméket is. Szeretnénk, hogy ez a réteg minél nagyobb lenne. Sokan azt mondják, aki ilyen olajokat eszik, az haláláig él. Tök magadon kívül most már nagyon sokféle olajunk van. Van szőlőből, lendből, dióból, mágból, magyaróból, de van Mária tövisből is olajunk. Ez a Mária tövis, ezt nagyon sokan úgy ismerik, hogy szamárkóró. Ennek a magjából ez egy májvédő, májtisztító hatással, kúraszerűen egy-két kiskanállal leszik valaki, akkor a máját, máj regenerációs funkcióját nagyon jól tudja javítani. Mitől is halhatatlan a magyar? A 2013-as évjáratú borraink közül elhatároztuk, hogy néhányat számunkra kedves emberekkel kapcsolatban nevezünk el. Kocsis Ferenc, Csikó, egy becenevű drága jó ember, nagyon jó barátunk, aki ugye birkózó olimpiai bajnok volt a 80-as évek, 80-ban, 1980-ban. És ez a bor, mivel megkínáltatott számára, a kedvenc bora. A legkedvesebb bora a 2013-as évjáratú boraink közül, és mint tudjuk, 2013-ban életműdíjat kapott, életműdíjat intették ki, és ugyanekkor a Birkózó Szövetség halhatatlanná nyilvánította, nagyon kevesen vannak a világban is halhatatlanok, innen jön a halhatatlan magyar. Nem kóstolja pálinkás fagyinkat? Tehát a fagylaltjainkban azok a különlegességek, hogy itt aztán mindent meg lehet találni. A klasszikus ízektől a szokatlanig. Ez pálinka. És milyen? Finom, kicsit erős. Milyen íze van? Erős és édes. Ízlik? Az ötlet a szomszédból jött, mivel nagyon finom pálinkája van. Igazából találtam egy nagyon finom barackot a zöldségesnél,
és mondtam, hogy ebből egy nagyon különleges vadlaltot szeretnék készíteni erre az alkalomra, és megkérdeztem a szomszédomat, hogy van-e még a pálinka, abból a finom pálinkából, amit tavaly készített. Nagy örömömre mondta, hogy még van, de korlátozott számban, ezért gondoltam, hogy megfűszerezzük ezt a barackot egy nagyon finom barackpálinkával, ami szerintem, legalábbis a szomszédom elmondása szerint elég ütős lett. Ezért el is neveztük Like-nak, és aki gondolja, majd lájkolhatja.